Szóval, itt néz ki a kis lakás, ide bejövünk. Jobbra van egy fürdő, amiben most nincs világítás, de majd ezt intézünk. Hát ez így egészen szarul néz ki. Majd ezeket a csodákat leszedjük. Még akár ez az ajtó lehet, hogy marad is. Szóval, hogy most így néz ki egy a fürdőszoba. Kis kád, gyönyörű csapmegoldás. Vettek egy felmosógödröt, ez pozitív. Itt így. Ez az előszoba rész. Itt a kőművesnek a gyönyörű szép munkája. Ezt be fogom kereteztetni, egy külön megvilágítást kap majd így alulról, hogy kiemelje ezt a mestermunkát. Ez valószínűleg egy bennmaradt ajtótok lesz, amit így tüntetett el a mester. Itt próbált ilyen hálót használni, mondjuk azt, hogy több kevesebb sikerrel. Az ajtótokra onnan következtetek, hogy a lakás kedvenc részlete következik. Ez a gyönyörűség. Ez szépen itt ebbe az meg körbek lettelte a zsanírt. Használt anyagot rendesen, ezzel nincs gond. Még talán élvédőt is rakott be, bár a fasz se tudja. Itt van egy gyönyörű WC, nincs rajta, ez így nyílik. A régi Mazda MX-5-ösök voltak ilyen bedugósok, meg a Ferrari-kon is van, amelyiken így volt. Azt idézi. Ez végül is a romantikus mécses, az itt maradt. Ez egy ilyen kis ablakocska. Mondjuk azt, hogy záródik. Szóval a budi az ilyen, most belenézem, pedig nem néztem be. Hát, kicsit kevés benne a víz. Lakás másik kedvenc részlete, a Nagy Magyarország térkép. Ez mindenhol kell, megyékkel, Békésbereg, minden van, amit csak kell. Jó. Aztán, hogy lehagyjuk mindent, itt van a konyha rész, ez a másik gyönyörű. Így fest most a konyha. Jelen pillanatban. Miért nem találja a fókuszt?